Sziasztok! Folytatjuk is a Little Hope-ot a második résszel. A felborult busz mellől próbálunk bejutni a városba. Hey, Daniel, you guys! Hello? How are you two doing down there? Hogy vagytok? This trail is the pits, but we're okay. This little detour is ruining my clothes! That's the headline here? Your clothes are ruined? Really? Ugyan már azért egy elég drága csúcsba van. Easy, that outfit probably cost more than you earned in your life. My money's in the green. Don't you worry. Money, that's what she wants to hear about. Hey, what's happening here? Not much, I'm just keeping their spirits up. Daniel, you got your phone? Mine's got zero signal. I guess it fell out during the crash. You staying here all night? We're gonna keep moving. See ya. Ezek most vagy együtt vannak, vagy együtt akarnak lenni. És a kislányt biztos senki nem akarta volna, hogy megnézze azt az egészet, nem mindegy. Semmi baj. Keresek ilyen rejtett dolgokat, különös tekintettel azokra a képekre, amiket lehet találni, hogy a jövőre valami rálátásunk legyen. Hát ha találunk valamit, ami segít. Már most, esetleg. Welcome to abandon hope. Avagy üdv, hagyj fel minden reménnyel. Ben. Igen. Hát a kevés remény helyett már hagyj fel minden reménnyel. Került a táblára. No. I mean, I don't think so. You should both know Little Hope. Miért kéne tudnunk Little Hope-ról? Why should I have heard of this place? Seriously, this place is steeped in history. Fascinating stuff. Azt mondja, hogy nagy történelme van, de hát honnan tudsz ennyi mindenről? How do you know all this stuff anyway? I'm a professional academic. I read books, unlike some. Könyvek, easy, Einstein. Na, I can match everything you got with just a smartphone. Well, your phone isn't so smart without a signal. Hát ez az. A telefonod annyira nem okos, hogyha nincsen térerő. Csajci. Jól van. Piros pont az öregnek. Öreg? Ja, van vagy 40 éves. 43, amit mondtak még. Hello. Good to see you too. Finally. Everything okay? Sure. We took the scenic route. You sure as hell took your own sweet time. I was getting worried. I bet you were. Ja, Istenem. The gate is chained. We can't get through. Look around. See if there's anything we can use to break it. Think this'll do it? Ja, lehet, hogy az a feszítőssel sikerül majd kifeszíteni. 3, 2, 1, push! Yeah, that's what I'm talking about! Great job, you two! Ja, biztos véletlenül volt leláncolva. Gratulálunk, hogy kinyitottátok ezt a kaput. What's the plan now? Head into town, see if we can get help. You know where town is? Sure, we're near Little Hope. Sounds like a fun place. Funnily enough, Little Hope does have an interesting and dark history. Can we get going without having a smart-ass lecture first? I'm starting not to like you or your attitude. I'm not even started yet. You want a little more? Try to be civil. Cost nothing. That's rich, given how you badmouthed Taylor on the way over. What did she say about me? You always get your boyfriend to stick up for you? Try doing it yourself sometime, dear. Ó, te jóságoség. Már most. Nem is a barátom. You're kidding. He is not my boyfriend. What have you been telling her? I didn't say a thing. Keep out of our business, okay? We are wasting valuable time here. Can we please just keep moving? You think this is a solid plan, heading into town? As good as any. No. I went along with it before, but I'm not so sure now. So what do you want to do? How about you come with me back to the bus? I'm with the professor on this one. Our best play is heading into town and getting some help.
Jó, most ugye ő vissza akar menni a buszhoz, már mint ez a Taylor, vagy hogy hívják. How about you? You want to head back to the bus with me? Thing is, I think going into town is probably our best shot at finding help. Mindenki elég racionális és gyakorlatilag ahhoz, hogy visszamenjünk a városba. It's a bad idea to be out here walking around alone. Taylor, come with us. Don't worry about me. I'll take the first car I see and come get you out real soon. Come with us. Kidding me? I'm not going anywhere. Nem is akar velünk jönni, úgy tűnik. Inkább elsétál a ködbe. What? I walked away from you. Aha. So you thought better of going it alone then. Why'd you come back? Most miért jöttél vissza, igen. Doesn't make any sense. Lost in a world of her own. Joyce, nem érti, valami baj van. Are you playing at? You going or not? És akkor mész vagy nem mész? Hey, wait. What are you doing? Taylor. Look out. What the? What's going on with you? Why do you keep coming back? I'm not coming back. I walked straight out every time. It's like I don't know, I can't fucking leave or something. Okay, let's try something. Nem lehet visszamenni. We came from that direction. We must be able to go back that way. I want everyone to stay real close. No stragglers. You want to put us on a kid's line? Okay, okay, I'm coming. Maradjunk egymáshoz közel és sétáljunk bele a ködbe. Legjobb ötlet ever. És... visszajöttek ugyanoda. Hát ez cink. I admit that is a little odd. More than a little. It's not possible. It's just like I've been saying, we are trapped. We can't leave here. Now okay. What do we do? Calm down, breathe. There's a rational explanation for what's happening. Csak van egy racionális magyarázat annak, mi történik. Yeah. Nice theory, but I'm pretty sure we're all still alive and kicking. Last I checked, you were schooling us on creative writing, not metaphysics. I know who I'd like to be kicking. This is all down to you, this pissy little field trip. Now we're stuck here in Little No Hope. That is way out of line. I had no way of knowing that damn bus would crash. You can't put that on me. Are you for fucking real? Watch your tone, will you? I am doing my best to understand this, just like you and the rest of us. Jól van, bocs már. I'm sorry. I don't get what's happening to us. I don't understand. It's like you said, we're trapped in a nightmare. It's okay. Ja, mint, we're gonna be just fine. Volna. We'll figure a way out of this together. Someone else thinks they can do a better job? Step right up! Maybe it isn't real. We have to get out of here right now! I need to think straight! Football coaching. Why the fuck? Can everyone just shut up? This isn't helping us find help or getting us out of here. He's right. Valóban. Bitching at each other isn't getting us anywhere. We have to work together as a team. Thank you. Now let's be logical. The fog is between us and the bus. There is no fog between us and town, so let's head that way. I don't get how heading further away from the bus helps. There is a köd. Nothing nem on the minket. Bus we can use to get help. In town, there will be people, a working phone, something. It pains me to admit, but he's right. There is nowhere else we can go except into that damn town. Sounds like a plan to me. Sehova nem mehetünk, csak a városba. Where are you going? Come on, let's go with them. Until we know what's up, we should stick together. Jó, okay. Megint a csajjal vagyunk, hát megőrülsz. És itt mi van? Azon kívül, hogy innen jöttek. Szóval az van, hogy ugye a buszhoz hiába mennének vissza, mert nincs ott semmi, amit felhasználhatnának arra, hogy kiussanak bárhonnan. Ellentétben mondjuk a várossal, ahol talán találnak egy működő telefont, vagy ilyesmi. Hó, egy kép lesz? Mondta, hogy kép lesz. Pistolato. Oh. Halálos ómen. Oké.
Most nincs itt esetleg. Hol lenne? Ha lenne még itt valami, de... Úgy tűnik, hogy nagyon nincs. Sötét. Az leginkább van. Más nem látok nagyon. Ez a képen kívül. Jó, tehát pont az a kép, amit a kurátor is mutatott a fekete macskával. Azt sikerült megtalálni elsőre. Vagy elsőnek. És elméletileg itt is van. Aha. Jó. Tudunk gyorsan sétálni, ez mondjuk elég hasznos. És a professzor így kimondta, hogy ugye a busz... Busz is köztünk van köd, a város is köztünk nincs köd. Úgyhogy menjünk arra, mert nincs köd. What they said didn't really stack up. Ez az. A jó fekete macska, az mindig jó van. Nem tetszik ez a hely. What was that? At least someone is home. Nem igazán lehet. I'm not sure this is such a great idea. We should check it out. There could be a phone inside. I'll go in and take a look around. Go ahead. We'll be right behind you. A bátor fiú előre küldi a másik bátor fiút. I know something is up with you. You said I wasn't your boyfriend. Like, what a joke idea that is. Are you for real? Our bus gets totaled, we get lost in fog, and your headline is some dumbass label? You're admitting boyfriend is not a label that you use for me. So what the fuck am I then? Húha, most megsértődött, mert nem vallottuk be, hogy a fiúja. You know I was only messing with you. You didn't sound like you were messing just now. Come on, will you? That long, long face doesn't save you. Your attitude towards us sucks. I don't know what to say to that. Maybe she is right about you. Let's just forget it. Or maybe you like older women more. You seem to fawn over everything she says. I'm really trying hard to like you, but you're not making it easy. If you want me to take you seriously, then your shit needs to hold together a lot more than it has up till now. Húha. Ezek még itt összevesznek, mielőtt még összejöhettek volna rendesen, vagy bármi. I'm absolutely fine. Tök jól vagyok. Mi? Nem. Meg úgy, mint valami zombi, komolyan mondom. Mindegy. Egyébként, hogyha ismerősek az arcok, akkor az nem a véletlen műve, ugye a... A háztűzben is ugyanezek az arcok voltak, a piás fater volt a professzor, az anyuka volt a... Mi? Na jó. Szóval az anyuka volt az idősebb nő, és a három tesó. Ugye Tánya volt, Taylor, aki fönnakadt a teraszon, meg a... Szóval értitek ők? Illetve ha más játékokból ismerősek az arcok, az sem a véletlen műve, hiszen a Supermassive Games-nek egyéb játékaiban, így a Man of Medan-ban és az Until Dawn-ban is, feltűntek már ezek az arcok, hiszen azért nem sok színésznek sikerült megcsinálni a motion capture kifejezéseit az arcukra, úgyhogy hol hallja, hol kopaszon, illetve volt még egy játék, a Hidden Agenda, amiben szintén benne volt az egyik főszereplő. Ő játszotta a főgonoszt, csak ott kopaszon. Yeah, sure is a thick one tonight. So thick it's stopping us from leaving. yeah, I know that feeling. You mean you're trapped here too? Sorry for busting in like this. Bus we were on crashed a little way back up the road there. We're still a little shaken up. We're still a lot shaken up. You certainly look shook up. I'm Vince. I need a mirror. Maybe there's one here not covered in 20 years. Sounds like you could use a drink. Better not, thanks. You need to keep a clear head. Fekete macska bár. Better if you change your mind. Ugye ő volt az, akiről szó volt az elején, még amikor mielőtt felborult a busz, hogy 3 hónapja nem jött. És nem is most fogjuk elkezdeni, és ez egy kihatással a jövőre bíró döntés volt.
Mi történt itt? Az itt a kérdés. The place seems completely deserted. De teljesen elhagyatott lenne az egész. Ghost town. Szellemváros lenne. And that fog? Life moves on, you know. Meg a köd. But we don't all go with it. Hogy még itt vagy? Why are you still here? Yeah, if the place is as dead as you say, what are you still doing here? I come and go. You know how it is. Jövök, megyek. Tudod, hogy van ez. Anyway, I can't help you. De segíteni azt nem tud. Hát ez fantasztikus. There's definitely something off about him. And he's harmless. Just had one too many. Viszont csak sokat ívott. Let's look around. There must be something here that can help us. Kéne egy jó telefon. See if you can dig up. Igen. Am I intruding here? No. Don't ask. Darts. Tényleg? Just a quick throw, and then we'll figure out how we're getting out of here. Try for a big double. Not my first time, Daniel. Shooting for double 20. Csak a dupla 20. Okay, so you can play a little. Still got it. Now for triple 20. Tripla 20. Micsoda a magasztos célok. Most már időre megyünk. Hoppá. Well, almost an Olympic shot after the night we've had. Olimpiai dobás. Jó reggelt, igen. Az olimpián nincs darts. Ez még mindig egy kocsma sport. Búzáj! Well, that is one hell of a shot. Na, Mizu. You did better than Taylor. Let's get back to why we came in here. Na, akkor ezt most fejezzük abba, aztán nézzünk körül. Igen. Jó, hát akkor beszéljünk Vince-szel és kutassuk át a bárt. Vince. Ha, Vince ő az iszákos fekasrác, aki itt van velünk. És kutassuk át a bárt, ami nem egy rossz ötlet. Ők addig cseverésznek, valakinek a 6 éve kikért kávéje mellett. Nézzük. Aha. LS és RT monogramú emberek dárcoztak egy jót. Oh. This place has some great history. Oh, aha. Érdeklődik-e a gyermeked az asztrológia, a szellemek, meg az ilyen túlvilági lények iránt? Yesum, Pepi. Sátánizmus, meg ilyesmiről szintén lehet beszélgetni Carson atyával. Hát ez felemelő lehetett a szülők számára. Látom, nem volt rajta, mondjuk, úgyhogy ki tudja mikor, ide telefonszámos volt legalább. Hopp. A Herald, Massachusetts, 1979, október 12-től. Ilyen gyárat bezártak. Ha, ez kellemetlen, valóban. Biztos rengetegen elveszítették a munkájukat emiatt. Ja, még nem akarunk oda átmenni, exit, nem. Ez már megint micsoda. 1917. június 6. Hoppá. Jobbról a második és a harmadik fiú, az pont úgy néz ki, mint a mi két srácunk, aki itt van velünk. Az igen. Az igen. Együtt mentek a háborúba. Jó sok évvel ezelőtt. Fura. Szóval megnéztük. Szóval egyébként igen, úgy tűnik, hogy itt valami olyasmi történt, aminek nem kell. Ó, nézd, van egy telefon. És mi történt, aminek nem kellett volna történnie ebben a városkában. De vagy mi, arról fogalmunk sincs. Fuck! Ennyi no, mondta John, mert nem volt vonal a telefonban. Beszéljünk akkor Vince-el, hogy mi újság.
Puska kellett volna ez a melóhoz. Na, Miss Wins. Én megnyomtam az X-et. Szerintem. Rosszkor? Aha. Jó. Na, Vince már éppen nyújtózkodik. Túl sokat ivott. We both had better days. Frusztráltnak kéne. Hát, be kéne rakni a piát, mondjuk. Some free advice. Lay off the drink. Take it easy, will ya? Sure thing. Gotta keep a clear head, right? Igen, hát egy tiszta fejet az jó lenne megtartani. Kikutassuk át a bárt. Folytassuk utunkat a város felé. Hát igazából már átkutattuk a bárt, amit lehetett szerintem, megtaláltunk. Mert innen nagyon nem lehetett elmenni sem erre sem. A többi helyet az pedig végigjártam. Megtaláltam a képeket, fényképeket, ilyesmiket, újságokat. Velük nem igen lehet semmit csinálni, ők csak így dumálnak. Továbbra is ugyanarról, hogy még mindig fel tudja emelni a karját a kislány, úgyhogy... Hey! This way! Let's get out of here! Értessék! You all hear that? I definitely heard something. Valamit did hallottunk. You hear that as well? Come on. Whatever it was, came from outside. Really think it's smart to go back outside? There's nothing for us here. We need to move on. Menünk kell, mert itt nincs számunkra semmi. Az öreg az meg el van. Hope you find what you're looking for. Sok sikert kíván, és remélj, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Mondjuk emlékeim szerint nem ide dobtuk a dátokat, de nem baj. Fekete macska bár. Hát igen. Eléggé rámentek erre a témára. Did the old fucker just lock us out? Kizárt minket az öreg. Sure was something off about him. Aha. I come to Creepy Central just to get a top up. What does that mean? Megkapjuk Andrew irányítását. Heading into Little Hope feels like our only option. I'm not so sure about that. Where else can we go? Hol mehetnénk még mi? Te kis huncut. Hova akarsz menni, ha nem Little Hope-ba? Rossz irányba indultam el. Hello? Tehát nem erre jöttek a többiek is? Azért, hogy mindenfelé köd van, tehát, hogy így sokat nem segít a dolog, de jól emlékszem, hogy a bal oldalon volt ez az egész cucc. Kérdés, hogy itt találunk-e valamit hirtelen? Csillog, villog. Bizony. Hello? Egy újabb kép ez az. Na, muti. Szóval Andrewval találhatunk egy pisztolyt, amit később használhatunk is, ha más nem megfenyegetni valakit, vagy valamit. Aha. Lil Hope térképe. Madártávlatból. Az ön itt áll. Jelölés, az hol van? Ah, itt a jobb alsó sarokban. You are here. Egyes pont, és akkor végig kell menni az úton, és beérünk a Tilly Johnson memoriálba. Textilgyár, városközpont, temető. Hát ez remek. Church, vagy a templom. És a történelmi romhalmaz. Okay. És mi a hatos? Mi volt? Textilgyár, ha az van városon kívül a szélén. Jó. Mészárlási memóriál, avagy emlékmű. Emlékmű a mészárlásnak. Wow.
kivégzési hely, meg ilyenek. Ja, biztos szívesen jönnék ilyen helyre, látogatóba. Ha már ideig eljutottunk. Hova lett a nő? És kacok. Hello. Nem jön semmi, van itt. Ami lógicsál. Hát ez... nem tudom, mire ez volt a könyvborítón, amit a kurátor olvasgatott. A warning, perhaps. Figyelmeztetés. Some other spiritual significance. Whatever it is, it gives me the creeps. The creeps. I'm kind of curious about it. I've heard more than enough, thank you. Ott a háttérben, mintha elfutott volna a kislány. Ugye nem ijesztettelek meg? I'm sorry, I didn't scare you, did I? I don't know which is scarier. Whatever this is, or your morbid interest in it. Hát ez lehet, hogy én érdeklődöm, de emberek hisznek ebben. After tonight, I thought you might be joining them. Just because other people believe all sorts of garbage doesn't mean I'm about to. Végül is. Ha nem akarsz hinni, akkor ne higgyél. Catch up with the rest. I don't want to spend any more time with this disgusting thing. Jó van akkor. Can you two make an effort to keep up? Nyugodj meg, Léci. Hú, de jó az a kameraállás, Istenem. Anyátokat. Semmi gond. Ez csak egy halott kislány, aki itt szaladgál az erdő szélén. Semmi gond. Semmi gond. Mi? Hey, can you come over here? What's wrong? I just saw someone in the woods. I can't see anyone. Tudja, hogy láttam valakit. I definitely saw someone. 100%. Sorry, I don't buy it. No, nem veszem be. Out here at this ungodly hour. Jó, akkor keresem meg a többieket. Okay. We really should catch up with the others. You too. We need to stick close. Az mi az, atya úristen ott? Mi volt az? What the hell? Mi ez? Mi? De komolyan. Did you hear that? Nem, süket vagyok. Okay, very good. Jó, gratulálok, megjöttünk, ki vagy. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. John, where are you? Daniel? Taylor? Come on, John, where are you? This isn't funny. Igen. Maradjunk közel Angelához, és találjuk meg a többieket. Ez egy remek tanács. Hova mennék egyébként Angela nélkül vajon? Hey, wait for us! Várjatok meg. Na ne! Most elkezdett énekelni a kislány. What is that? Oh, de jó. Itt egy kör kavics. Hey. Hát ennek őszintén örülök. Igazából nem. What on earth is that? Not a clue. Tehát
Persze, vegyél fel minden ilyen kis voodoo babát, amit találsz. Remek ötlet. Megtaláltunk egy titkot. Oh, hello! Anyám! Így már egyre kevésbé aranyos. Andrew vagyok. Ez teljesen normális, hogy megkérdezed. Andrew? And your name, lady? Who the hell are you? Why are you dressed like that? I am called Mary. I fashioned her with my own hand. Az ő kis babája. She looks just like the one beside you. Would you kindly come play with me? Come play. Itt ugye nem azok a címes kérjé, és azt kérjé, hogy játszunk vele. Hold your tongue. I say, truly, I'm Mary. Mary. Reverend Carver's affection for you will be shaken loose when he learns of your infidelity with the devil. By the fire. What? I don't see any fire. Don't you dudes? I saw them too. So what? Are you okay? Mm-hmm. Teremtetted, hogy miről van szó? How can you not have seen that? I couldn't see anything through this impossible, impenetrable fog. Well, go ahead. Tell them what we saw. A little girl appeared out of the fog, and then just like that, she was gone again. What is going on? Maybe the fog has got you confused. We're all stressed out. Yes, my ass. Uh-huh. I saw a girl dancing right here, clear as day. Said her name was Mary. Looked exactly like the girl in my dream. Úgy nézett ki, mint a kislány az álmában, igen. She talked in this really weird accent. Was that even American? I'm not sure. I couldn't place her accent either. What if we got ourselves into? This kid, Mary, did she want to hurt you? Bántani akart? Nem úgy tűnt. No. I don't think she meant to hurt me. Oh. Ez is befolyásolna a jövőn. You're kidding me. Got a better idea? Thought not. Szóval be kell mennünk a városba, lesz ami lesz. Csodálatos. Beindult a horror része is a játéknak. Mert hát ugye, ez mégiscsak egy horror játék. Vagy mi a szösz? És a kurátor. Well, that escalated rather quickly. Az biztos, hogy gyorsan eszkalálódott a helyzet. Do in one's life will catch up with one eventually. Don't you think? Don't look at me. I can't help you. Remember? Nem segíthet. We sometimes congratulate ourselves on waking from a troubled dream. It may be so the moment after death. On my travels over many years, I've witnessed many things, seen and heard many beliefs, and there's usually some element of truth in each of them. These unfortunate folk seem to be dealing with forces as yet unexplained. I mean, sinister movements in the forest, spirits from the past, a little girl who may be in trouble. Or maybe she simply is trouble. Anyway, where are we? Angela isn't getting much tittle-tattle out of Taylor. No kiss and tell. What about John? The figure of authority, perhaps? Most itt végigmegyünk a karaktereken, hogy mi történik. He represents something else. And then there's Andrew. Somewhat confused, I think. Kicsit zavartott Andrew. Let me reassure you.
you help make some decisions that will be valued later on. Mm-hmm. So far, so good. You're doing well. Eddig jó, azt that mondja. Fellow in the bar. He was less than helpful, more than a little rude, if you ask inkább köcsög volt. Mint sem segítőkész, de valami zavarta az elméjét valószínűleg. Valami nincs rendjén Little Hope-ban. Találd meg a buszsofőrt. Jó, legyen így. Legyen így. Ugye azt is elmondta, amiről már párszor említést tettem, hogy döntéseink, amiket most hoztunk, és ugye van ez a kis forgótárcsás figyfene, az befolyással van a későbbiekre. Jó, most Angela irányítását vettük át, és azt mondta, hogy ő úgy néz, érezte, mintha... Kicsit fura így, de nézzünk vele körbe, hát akkor kinyitja a szemét rendesen, de mindegy. Szóval, hát túl sok titkot nem találtunk meg, ahogy látom. Kicsit ilyen furán vannak számozva, hogy nem tudom. Na mindegy is. A lényeg az, hogy itt van a kislány. Mary bemutatkozott Andrewnak és Angelának. Jó, hogy ezek ilyen történetszálak. Wow. Igen, és akkor itt van a kislány, aki megjelent itt az útszélén, ugye figyelt Taylort és a többieket, illetve ő volt az, aki okozta a balesetet, valamint bemutatkozott egy ugyanolyan kislány Maryként. Ki úgy nézett ki, mintha a múltban lett volna. Legalábbis ezt mondta most Angela. Elveszve. Andrew szerint nem akarta őket bántani ez a kislány. Igen, ez fontos, hogy elutasítottuk az italt, amit ajánlott a fickó. Aztán Team Taylor. Taylor beleegyezett, hogy Johnnal tartsanak a városba. És az idegen Vince-ként mutatkozott be. Eddig ennyit tudunk. Képből pedig már kettőt találtunk. A pisztolyról, illetve annak használatáról. Jó, akkor innen fogjuk folytatni. A következő részben köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő epizódban várlak titeket. További jó játékot és jó szórakozást. Sziasztok!